Sziasztok! Csinálok egy kis felvételt. Hát nem tudom, hogy mi fog belőle igazából látszani, mert pont szentbe süt a nap, de szerintem jó lesz. Szóval úgy haladtam, hogy ugye, ahogy tudjátok, itt ezen a részen, ahol a lábam volt, volt kb. Egy fél négyzetméter. Hát ugye azt ugye csinálgatom, egyesével szedem ki ezeket a ilyen baromi nagy ilyen izéket, fűcsomókat, és hát most az lesz a stratégia, hogy tehát szedegetem folyamatosan, és egész egyszerűen itt hagyom, és jövök vissza délután, és akkor valahogy gereblével, hogyha kiszárad, hát ha könnyebb lesz megoldani. Hát ugye itt is haladok errefele, tehát lehet látni, hogy itt is itt vannak a érdekes nagyságú ilyen cuccok. Úgyhogy hát most azt találtam ki, hogy valahova, mondjuk nem is ide, hanem ja, nem is mondtam, hogy bejöttem a kocsival, mert úgy egyszerűbb. És gyakorlatilag ide fogom szerintem tenni valahogy így a kamerát, és akkor megmutatom, hogy hogy is csinálom. Ja, hát így körülbelül szerintem jó is lesz. Remélem fogtok belőle látni valamit. Igen, tökéletes. Úgyhogy fölvesszük a kesztyűt. És első körbe ugye hozom a csákinyút. Annyi, hogy ezt tehát kiszedem gyakorlatilag a gyökereket. Na mindegy, szóval ez ilyen, és akkor hát utána gyakorlatilag ugye föl kell szedni ezeket a csomókat, meg gerebézni, és akkor utána jöhet az ásás. Ennyi a sztori, gyerekek. Na, hát itt tökéletesen meg tudom mutatni, hogy mekkora szívás is ez. Tehát a gyökerekkel így kell küzdeni. Na mindegy, hát most itt ezt a részt ugye fellazítjuk, és utána, ha elszáradt, akkor lehet gerebézgetni. Délután, és ugye holnap pedig akkor lehet folytatni. Tehát itt az ember csinál ugye egy tiszta területet, eddig amit megcsinálsz, aztán ennyi. Ezeket itt szétporlasztom, hogy száradjon ki, aztán ennyi. Hát ez például már kapásból mehet is a kupacra. Egyre kevesebb, aztán ennyi. Szépen, hát ez olyan, hogy minden mozdulattal egyre közelebb vagyunk. Ez ennyi a történet. Munka, de hát meg fogja hozni a gyümölcsét. Tehát ide ugye az a terv, hogy hát hamarosan elméletileg ugye itt ebbe az első részbe ültetünk valamit. Meglátjuk, hogy meddig jutok, meg a Ágival ugye, hogy
mit beszélünk meg. Aztán ennyi gyerekek, ennyi a történet itt. Most ezt sajnos ezt ki kell lazítgatni. Ugye nem is látom, hogy mit hogy csinálok, úgyhogy ennyi. Megmutatom egy kicsit jobban, hogy ez hogy néz ki. Leveszem a kesztyűt. Na. Tehát ugye ennyit haladtam itt, amióta megy a buli. Itt van ez a hatalmas kupac. Itt ugye volt egy ilyen gazvirág, csak zavart. Aztán levágtam ólóval, meg ugye ott, ahol a állvány van, ott is levágtam ollóval. Úgyhogy szerintem nem hallottam rosszat. Egy mennyi ideje csinálom, mert ilyen szarozással, meg mindennel együtt ez egy óra munka. Tehát így a legnehezebb része is elég jól halad. Úgyhogy ezt elég jól meg lehet tisztítani. És ugye, ahogy mondtam, itt is itt elől, tehát itt a ember már dolgozgatott valamit. Úgyhogy mi is fogunk, és hát itt lesz ez a viszonylag nagy terület, tehát látszik a kocsinak a méretén, meg hát ugye már mutattam is nektek az éve. Na, amit még meg akarok mutatni, elmegyünk a kertnek a végébe, mert tehát nem is igazából az, hogy fú de jó lesz, meg fú de mennyiség, hanem maga, hogy ugye a természetnek adunk dolgokat, nem dobjuk ki. Most azt csináltam, hogy reggel ide, tehát ez a kis valami itt, amit láttok, tehát ilyen kávézac, meg uborka, meg hagyma, meg ilyesmi van benne. Hát ugye itt is vannak ilyen érdekes, ez nem is tudom, hogy micsoda, hogyha meg tudjátok mondani, hogy ez micsoda, akkor annak igazából tökre örülnék. De viszont, ami így, ez például, ez is nem tudom, hogy micsoda. Tehát ezzel lehet-e valamit kezdeni, vagy nem. De ez nem tudom, ez gaz lenne? Fene tudja, nem tudom. Minden esetre ezek az elnyílott izék nem túl jól festenek. Ja, amit így ide nézzetek, és ez még a mi területünkön van. Rengeteg csalám. Ebből is ugye lehetne csinálni, ez most érik, lehetne csinálni csalántát. Ezt most fedeztem fel. Itt van ez a rohadt nagy dzsumbúj. Hát ezt ugye, ezt is majd idővel, ezt egyébként levágni, mit tudom én, egy mennyi idő lehet, egy fél óra azzal az ollóval is, tehát nem egy nagy vész történet. És akkor itt ugye, tehát ahogy mutattam, tehát ez a rész, ez tök jó, mert ez meg van művelve, ugye nagyjából, tehát volt rajta munka, úgyhogy tehát ezt itt elég jól meg lehet oldani. Hát itt ugye közötte ez kemény, ez a nem is tudom, hogy mennyi, ugye 6x, nem tudom, egy másfél méteres rész. Hát ez az is egy 8 négyzetméter, és ugye azt is föl kell nyomni, ugyanúgy itt is. És tehát ugye itt is még van nekem egy, mennyi lehet ez, még egy 5 négyzetméter, amit így fel kell nyomni, hát mindegy, most ezzel foglalkozunk, aztán ennyi. Hát a kupac az basszus, az nagyon durván gyűlik, ide nézzetek, mekkora vagyok hozzá képest, hát nagyon kemény, mi? Brutál. Na jó, folytatom tovább a munkát, mert csak egy kicsit szusszantam, meg iszom, és akkor haladok. Még mielőtt most délelőtt visszamegyek, csinálok azért egy képet. Hát látjátok egyébként, hogy tudsám, hogy a napban jó legyen. Tehát itt van ez a nagy fűcsomó, ez tökéletesen elszárad.
Na, csak egy nagyon gyors kép, hogy ugye innen is elhúztam, amit reggel összeszedtem, és hát elég jól kiszáradt, na most ettől ilyen rohadt nehéz, mert látjátok, hogy hát ismeritek a füvet, hát ilyen a, tehát így kapaszkodik. Úgyhogy ezt mind-mind, itt már rengeteget ugye kiszedtem, szóval minél jobban kiszárítani, és akkor utána csak annyi a dolog ugye, hogy ugye ez már megvan így csinálva. Ezt oda dobja az ember, ezt ennyi. Látjátok, így, és akkor gyűlik szépen a kupac, itt rendeződik a terület. Szóval hát közben ugye még ugye itt csináltam egy ilyen ásás tesztet, tehát lehet, hogy az lenne tényleg a legfaszább dolog, hogy itt, amit az ember ugye megtisztít, szerezni valami gépi kapát, hát van is itt a telepen, majd talán az a legegyszerűbb dolog, hogy mit tudom én, fizetni neki valamennyit, azt így átmegy rajta egy fél óra alatt, vagy valahogy megegyezni. Úgyhogy ezt próbáljuk, hát ha nem, akkor meg sportolunk, tehát akkor annyi, hogy egy jó 10 centit ugye lenyomja az ember, és akkor ennyi, hát basszus, elég jó működik. Tehát ugye itt is ezt a, most itt elkezdek ugye gerebjézgetni, és hát utána lehet haladni tovább, hát ennyi. Na gyerekek, hát ennyit sikerült most haladni itt délelőtt. Nem is az a baj, hogy meleg van, hanem hogy éhes vagyok, meg egy picit pihenek. Minden esetre elég jó, így a történet, ahogy látjátok, most tök jó süt a nap ezerrel, úgyhogy ez itt szépen ki fog száradni, és visszajövök. Elméletileg az a terv, hogy késő délután visszajövök, amikor már ugye nem lesz ilyen nagy meleg, és addig ki lesz száradva teljesen. Ugye ezeket a fűcsomókat kb. Egy negyed óra múlva, vagy negyed óra alatt ugye ide erre a kupacra ráhányom, és hát az a helyzet, hogy nagyon szépen fogy itt a terület. Úgyhogy hát ha így haladok, akkor tényleg ezen a héten ez meg lesz tisztítva. Az ugye ott elől egyelőre le lesz vágva, és tehát ezt a területet idáig, ameddig ugye el van kezdve, ezt nagyon passzentosra, ugye itt ezt a részt is levágom azzal a csodaollómmal, aztán hát mit tudom én, ott van egy ilyen cserép, amit ugye egészen elnyomatok oda, elviszek oda hátra, ahol már jártunk, és körülbelül ennyi. Tehát erre a hétre, hogyha ezt a tervet, ugye még egy kis ásással is, tehát hogy normálisan meg legyen forgatva a föld, azt meg lehessen oldani, mert ugye azt akarom, hogy itt ezt megtisztítani, és akkor bentről kifele haladni a ásással, tehát szépen kereszt irányba, hogy ugye ne legyen összetapizsgálva, és akkor utána már nem nagyon járunk, csak maximum oldalt, vagy mit tudom én, vagy középen csinálunk egy, ja, hát azt majd az Ágival megtervezzük, hogy ugye középen csinálunk egy járatot, és akkor amúgy meg máshova meg nem járkálunk. Na de ennyire ne is szaladjunk előre, mert még nem is beszéltem ezzel kapcsolatban az Ágival, úgyhogy ennyi. Tehát akkor jövök vissza, amikor már elfogadható lesz a hőmérséklet is, meg én is kipihenem magam, és akkor nyomatjuk tovább. Az még a esti videó, vagy az esti rész, az még ebbe az egy videóban lesz, tehát egy napi cucc lesz. Ennyi a sztori. Na,
És az van, hogy a végére maradt itt egy kis blokk. Az a történet, hogy elkezdtem itt kapírgatni, meg stb. Meg közben beszéltem tegnap itt egy sráccal, aki ugye gyakorlatilag levágta a füvet, megcsinálta, tehát adtam neki tényleg egy ilyen jelképes összeget, tehát hihetetlen, hogy milyen jó közösség van itt. És most meg hát lehet is hallani, hogy az ember vágja, vagy csinálja azzal a kultivátorral, és hát előtte ugye nekem csinálta meg, azaz nekünk csinálta meg az ágival. Nézzétek meg! Tehát egy kb. Ilyen 25 centi mélyen megvan az egész végig, úgyhogy a holnapi munkám az az lesz, hogy innen föntről lefele fogok haladni, és hát azt beszélték egyébként a srác, aki csinálja, baromi rendes, és 10 éve van itt, ugye ővé a gép is, hogy tehát ide, ugye ez már itt le van vágva, és ugye ide, ebbe a áróba bele lehet rakni a fűmaradványokat, tehát ők is így csinálják, úgyhogy hát az egész terület, tehát a 80%-a basszus gyakorlatilag ki van ugye használva, hát megmutatom a túloldalról is. Úgyhogy hát innen erről az oldalról ugye így néz ki. Tehát valami hihetetlen komoly, úgyhogy kezdődhet gyerekek a... Így. Tehát kezdődhet gyerekek a ültetés. Hihetetlen komoly. Jó, mi? Na, sziasztok, jelentkezünk majd. Ciao, ciao. De hát valószínűleg ugye holnap jövök, és ahogy mondtam, ezt a történetet itt rendbe rakom. Aztán szuper jó lesz. Ciao, ciao, sziasztok. Wow, wow, wow.